sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon! Nálunk most megtörtént a hó elejé bevásárlás, ami igazából annyit tesz, hogy nem kellett túl sok minden itthonra, igazából csak pótoltunk néhány dolgot, ami elfogyott, de azért mégis sikerült bevásárolni rendesen. Három helyen voltunk, a DM-ben, a Tesco-ban és a Penny-ben. Úgyhogy én most ebben a kamera szemszögből fogom nektek gyorsan így megmutogatni, hogy miket vásároltam, úgyhogy szerintem kezdjük is el, mert azért van pár dolog. Szerintem kezdjük a DM-essel, és akkor úgy folytatjuk. Szóval először is, amit vásároltam, az egy pelenka, ez ugye nálunk fogyóeszköz. Van itt nekem egy denkmites színfogó kendő, ugye én ezt szoktam használni, nekem ez vált be. Van itt nekem egy denkmites ablaktisztító folyadék igazából. Én ezt még nem próbáltam ki, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy... Remélem, hogy nem hagy foltot, vagy nem lesz csíkos, mikor takarítom a tükröt. Van itt egy Bref WC-tisztító gél. Én általában a Duckot szoktam használni, de én ezt a kék rózsaszín WC-tisztító gélt, én ezt nagyon szeretem, úgyhogy ez tudom, hogy jó. Vettem 2 darab Baby Love-os tejpépet, banánosat, ugye ez a kedvence. Van itt nekünk egy Balleás folyékony szappan, ilyen nagyon finom lótuszos illattal. Vettem magamnak egy szintén Balleás száraz sampont, és vettem magamnak egy szintén Balleás ilyen uborkás kókuszos tusit. De van itt még nekem egy a Nivea-tól, ez a rózsa illatú, amúgy ennek megszagoltam az illatát, és isteni jó illata van, úgyhogy egy ilyet vettem magamnak. A Púrtól vettem ezt a kézi mosogatószert, és vettem a Balleától, én általában ezt szoktam venni, ez fültisztító pálcika. És minthogy hó elején vagyunk, ugye, bevásároltam babakajákból is, vettem 15 darabot összesen, úgyhogy ez a hónap feléig elég, mert én minden nap egyet adok neki, és a többit meg, amit én csinálok neki. Szóval vettem neki ilyen kis babakajákat, sütőtökpüré, csirkehússal, és hasonló makarón is, stb. Ezért a vásárlásért amúgy 18.693 forintot fizettem, és ezzel összegyűjtöttem a plusz pontokkal 209 pontot, úgyhogy ez most egy nagyon jó vásárlás volt számomra. Most pedig azokat fogom megmutatni, amit a Tesco-ból vásároltam. Szóval vettem először is tejet, ebből vettem 3 darabot, ez a hatósági áras tej volt. Van itt nekünk egy ilyen krumpli, vagy burgonya, ebből 2 kilót vettem, mert majd akarok csinálni krumplis tésztát. Vettem egy panírmorzsát, igen, egy Chio chipset, mert le volt értékelve, vagy a klubkárddal volt olcsó, valami ilyesmi, és ilyen görög cacikis változatot vettem, én ezt amúgy nagyon szeretem. Vettünk egy Nescafé klasszikus kávét, van itt nekünk kristálycukor, a kockatészta a krumplis tésztához, van itt nekünk egy Glade fürdőszobai illatosító. Az előző videómban mondtam nektek, hogy szerintem ennek van a legjobb illata, mert én 3-at találtam eddig a boltokban, és ennek van a legjobb illata, úgyhogy ezt most újra vásároltam, és valószínűleg, hogy mostantól én már csak ezt fogom venni. Van itt nekünk egy főzőtejszín. Vettem egy babapiskótát is. Van itt nekünk 3 darab dörmimaci, mert én a kódokat most mindegyiket felszoktam aktiválni, vettem csokisat, epreset, tejeset, úgyhogy ezt igazából Emma meg a Dani is nagyon szereti. Van itt nekünk egy ilyen tihany szendvics krém, és az most le volt értékelve 679-ről 441 forintra, úgyhogy
kipróbáljuk. Egy kegdara, majd lehet, hogy csinálok valami sütit. Felvágottak is vannak itt nekünk, van itt egy főtt csonka a Tesco-tól, én általában ezt szoktam vásárolni, de van itt nekünk most egy ilyen sonkánk is, le volt értékelve, vagyis klubkárdal olcsóbb volt, úgyhogy úgy voltam vele, most ennyit megérdemlek. Az Ajax-tól vettem ezt a kék, virágos, illatos felmosó folyadékot. Vettem húsit, van nekünk felső comb, 1 kiló, és 1 kiló alsó combot vettem. Ezt igazából sült húshoz, vagy pörkölthöz, bármire is jó. Én mindig ezt a sót szoktam venni, ezt a görög sót igazából. Édes savanyú szósz. Mostanában nagyon rászoktunk erre. És hát ez most eléggé durvának fog tűnni, de vettünk borokat. Az olcsó La Fiesta-s borokat, vettünk rozét, vörösbort és egy fehérbort is. Én amúgy még nem kóstoltam a fehérbort, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá. Ritkán, de szoktunk borozni. És hogy itt ne álljak meg igazából, vettem magamnak a Somersby-től ezt a blueberry-s változatot. Amúgy ezt nem nagyon szoktam inni, inkább a mangósat, meg ezt az új narancsos valamit szoktam inni, azok nagyon bejönnek. És most vettem magamnak még egy dolgot, ezt a mixes, ezt nem tudom, hogy amúgy, én nem is láttam őt, szóval ez a vodka lime-os koktélt igazából, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek az ízére. Nem szoktam sűrűn alkoholizálni, nemhogy azt higgyétek, hogy azért van ennyi, ez nekünk bőven elég több hónapig. Még van itt nekünk ilyen puffasztó kis kukorica pehelyünk. Ezt Emma nagyon szereti, és ebből most 3-at vettem. A Tesco-s vásárlásomért összesen 18.473 forintot fizettem, és klubkárddal megspóroltam 2574 forintot, úgyhogy az egész jó igazából szerintem. Most pedig jöjjön a Penny-s bevásárlásom. Először is vettünk egy tálcás tojást, vettem egy ilyen VIP-s papizsakendőt, van itt nekünk egy ilyen kis vaníliás ostya, ezt biztos nagyon szeretni fogják a gyerekek. Van nekem egy humuszom, ugye én most nagyon-nagyon humuszos vagyok, és ráadásul a csípős a kedvencem. Meg van nekünk itt egy ilyen kugló, úgyhogy ezt is nagyon fogják szeretni a gyerekek, meg én is. Vettem egy csomag bulgurt, egy tejfölt. Akkor van itt nekünk egy ketchup, amúgy igazából eredetileg azért mentünk a Pennybe, hogy ezt meg tudjuk venni. Van itt nekünk, hát ez volt a legolcsóbb vaj. Én nem akartam igazából megvenni, de ez volt a legolcsóbb, úgyhogy most ez van. Pirított hagyma, ezt nagyon szeretjük szendvicsekbe. Vettem ezt a Robertós kenyeret, valószínűleg teljes kiörlésű. Én ezt a kenyeret szeretem a legjobban. Van itt nekünk egy ilyen kólánk. A Penny-s vásárlásért pedig összesen 9375 forintot fizettem, de itt nem mutattam meg, ami már beraktam a fagyóba, egy ilyen pulykahús, meg volt egy energiaital, meg egy kenyér is, úgyhogy az még ide tartoznak, csak azokat már nem tudom megmutatni, mert fel vannak bontva, vagy elraktam. Úgyhogy ezeket vásároltam a Pennybe. És ez volt most a hó elejé bevásárlásunk. Igazából tényleg csak fel kellett tölteni azt, ami elfogyott. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Hogyha tetszett, nyomjál rá egy lájkot, ne felejts el feliratkozni, és hát majd legközelebb találkozunk. Sziasztok! Thank you.